A kiállítás címe barátjától, Bognár Róbert József Attila díjas műfordítótól származik, akiben a képek ezt a szót idézték fel. Minden festmény külön témát dolgoz fel, növényeket vagy elegáns női alakokat ábrázolnak, stílusok mégis összefűzi őket. Azért tetszik, mert hogy nem tudom valahogy ebbe a képbe benne van a mozdulatnak is a lendülete, meg valahogy mintha csak így odadobtam volna a festéket. Hát persze odadobtam 47 egyszer, mikor ez így sikerült, de előtte nyilván sokszor nem sikerült úgy, hogy ezek az árnyalatok pont így folyjanak egybe, és pont ott álljon meg, ahol kell. Vasányi Anna leginkább az akvarelt és a tusrajzot szereti. Mostani tálatára 23 képet hozott, melyek ezzel a technikával készültek, de mellőzi a harsány színeket. Sok kép van, amin hervat virágokat látunk. Nem tudom, mire gondoltam, mert nem készülök meghalni, de valahogy ez megérintett ez a téma. És igazából egyre jobban, ahogy öregszem, ahhoz az irányzathoz szeretnék közelíteni, amit a kínai festészet művelt, hogy egy-egy vonallal kifejezni dolgokat. Tehát, hogy nem mint az olajfestményben, hogy akár hetekig dolgozhatunk egy képen, javítgathatjuk, mert az akvarell meg a tús, ha egyszer ott van, azt nem javítjuk, tehát akkor kuka. Vasányi Anna gyakorlott kiállító, volt már tárlata Budapesten, New Yorkban és Lodzban is, de most leginkább a színházra koncentrál. Mint elmondta, nagyon büszke az általa fordított Topmodell sikerére, és arra, hogy két monokomédiáját is jól fogadta a közönség.